Igen, jól olvastad. Lecseréltem a 2,5 milliós Sony AS3 és a 24 mm-es GMM-et az iPhone 14 Pro-ra. Minden, amit itt látsz, az a új iPhone 14 Pro-n lett felvéve. De te mondd meg, hogy mi a véleményed, és hogy látod-e a különbségeket. Persze, össze kell vetnünk néhány dologgal, úgyhogy fogok mutatni fotókat, videókat, nem csak az iPhone 14 Pro-ról, de a 13 Pro-ról is, és az A7S3-mal is összevetem, úgyhogy a videó alatt látni fogod a különbségeket, és eldöntheted saját magad. Úgyhogy játszunk is egy kis játékot, szóismétlés. Szóval a játék a következő. Nem fogom megmondani, hogy melyik melyik, és te írd le magadnak, hogy mondjuk az 1-esbe ABC melyik melyik, és nyilván meg fogom mutatni a videó végén az egészet, de előtte mindenféleképpen, hogy végigmentünk, kommenteld le, amúgy berakom a like gomb alatt a leírásba is az eredményeket, de azért ne csaljál, ugye a like gombot pedig, hogyha tetszik ez a kis játék meg a videó, akkor nyom be, nagy segítség lenne. Ebben a videóban nem fogok az alapfunkciókról, specifikációról beszélni, hogyha érdekel, akkor a videó végén majd endscreenbe berakom, pontosabban ide, hogyha érdekel. Egy elég érdekes véleményre jutottam, úgyhogy ha kíváncsi vagy, hogy én kinek ajánlom, kinek nem, akkor nézd meg, de most csapjunk bele, jöjjön az intro. Nem tudom, te hogy vagy vele, de szerintem mi videósok, fotósok, tartalomgyártók egy új telefon megjelenésénél így a kamerára izgulunk rá, és lehet, hogy kb. Csak emiatt vesszük meg, de mellette nyilván tudunk vele telefonálni, meg nagyon király kis appok vannak rajta. Te mit gondolsz erről? Te, amikor megjelenik egy új telefon, mi az, amit először megnézel benne? Kérlek, írd meg a véleményed a kommentbe. Várj egy pillanatot, idehozom a telefont. Nézd meg, mennyire nagy ez a kamera, és hogy kiáll. Annyira gyönyörű, nem? Átvertelek, mert ez az előző iPhone, a 13 Pro, hiszen ezt az egész videót a 14-essel veszem fel, nem csak ezt a beszélő részt, hanem amit b-rollokat is fogsz látni, cinematic módban, 4K-ban tudom felvenni, ami végre egy upgrade, tavaly nyilván tudjuk azért hagyták ki a cinematic módból a 4K-t, hogy idén beletegyék, nem? Mindegy, szerintem a fókuszálás, ahogy kiléptem és visszajöttem, meg rázoomoltam a telefonra, az zseni. Talán még azt is mondhatjuk, hogy tökéletes. Persze, hogyha csak egy simán nézel egy videót, mint ezt a YouTube-on, lehet, hogy észre se veszed, hogy ez egy AI által van, de most, hogy odafigyelsz rá, akkor lehet, hogy néhány természetellenes elmosást látsz. Ugyanúgy majd fogok jobban mozogni, hogy nézzük, hogy a fókusz az hogy változik, meg milyen a teljesítménye, de amúgy semmi más nem állítottam be. Cinematic módba raktam, 4K, 25 fps, benyomtam a gombot, és majd meglátjuk. Szóval igen, a kérdés, amit meg kell válaszolnunk ma, hogy van-e egy magas minőségű top telefon ma annyira jó, hogy egy cinema kamerát, egy magas minőségű kamerát mondjuk egy stúdióban egy ilyen beszélésre, vagy utazás rögzítésére, vagy b-rollokra leválthat. Disclaimerként elmondom, hogy az iPhone 14 Pro-t ugyanúgy fogom kezelni, mint a Sony A7S3-amat, amit alatt azt értem, hogy van egy megvilágításom, a Sennheiser MKH416-os mikrofont használom a jó hangminőségért, de a kép, amit látsz, az az iPhone 14 Pro. A lényeg, hogy az új telefonnal ugyanúgy kellenek majd más eszközök, mint fények, mikrofonok és a többi, de maga a felvétel, a képminőség az egy telefonból jön ki. Szóval miért ne menjünk ki mondjuk a városba, és kipróbáljuk ezt a 48 megapixeles szenzort JPEG, nyers fotókkal és különböző videómódokat, creamy b-rollral kipróbáljuk, és összehasonlítjuk az iPhone 13 Pro-val és az A7S3-mal is. Menjünk! Oké, nyissuk meg a Lightroom-ot és Final Cut Pro-t, csinálok pár vágást, meg finomítást rajta, és megnézzük a végső eredményt. Nézzük először, itt a Bazilikánál vagyunk, egy gyönyörű, szép, hát nem tájkép, hanem ugye a városa, az egész Bazilika látszódik. Nekem amúgy ez Budapesten a kedvenc épületem. Gyönyörű. Oké. Hadd álljak meg egy pillanatra itt, mert emlékszel, hogy mondtam, hogy játszunk. Most kezdődik, fogja egy jegyzettömböt, virtuálisat, old school-t is, és legyen ez a bazilikás felvétele az 1-es
felvétel. És mondd meg, hogy A, B, C, melyik az iPhone 14 Pro, 13 Pro és az A7S 3. Kész? Király! Csavarjunk rajta egyet, legyen ez a kettes felvétel, és így kettő képet fogsz látni, az egyik a JPG, a másik pedig a nyers felvétel. Bele is fogok zoomolni, de talán az már nagyon eladja, hogy melyik, de ugyanúgy írd le a tippedet, hogy szerinted melyik a JPG a 14 Pro-n, és melyik a RAW. Most menjünk a következő jelenetre, ami egy szép elmosást ad itt a bazilika melletti kis szobor meg szökőkútnál. Megint találd ki, hogy melyikkel fotóztam. A makromó tesztelése előtt jöjjön egy kis creamy b-roll különböző klippekkel ugyanúgy egymás mellett, legyen ez a 4-es felvétel, és nézd meg, akár nézd meg újra, és tippelj, hogy melyikkel lett. Most pedig egy makró, de hogy az A7S 3 is jól versenyezzen, ott kicseréltem az objektívemet a 24-ről a 90-es makróra, rakjuk ki őket, és nézzük meg, hogy melyik, tippelj! Megvan? Tuti? Oké. Tartsunk egy kis szünetet a játékból, mert szeretnék néhány BTS megmutatni, hogy hogyan vettem fel, és ez egy remek alkalom arra, hogy leteszteljük az új action módot, mert tényleg úgy rohantam, és Marek Zoli barát, akit kövessetek be, ő is rohant utánam, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen akkor, hogyha az action mód be van kapcsolva. Zseniális, tényleg egyszerűen zseniális. Nincs szükségünk már gimbalra. De kíváncsi voltam, hogy milyen, amikor az action mód nincs bekapcsolva, és hogy egy kicsit megfűszerezzem a dolgokat, ugyanezt az iPhone 13-mal vettem fel, és most itt van egymás mellett a kettő, ugye az egyik action móddal, a másik pedig annélkül. Konkrétan futottunk, ugráltunk, és rászkódott, mint az állat a kamera, de hogy egy fokkal tovább vigyem, nézzük meg azt, hogy hogyan néz ki ugyanez a Sony A7S 3-mal, az aktív képstabilizátorral, és most láthatjuk ugye a három különböző felvételt, és nyilván itt amúgy az iPhone-ok messze odaverik a Sony-t, ami annyira durva, úgyhogy igen, hogyha te egy ilyen sokat futsz, mozogsz, és szeretnél egy stabil felvételt, akkor az iPhone a király. De hogyha az iPhone 13 Pro-t és a 14 Pro-t összehasonlítjuk, nehéz, mert nincs akkora különbség, nyilván látható a különbség, de gondoltam, hogy rakjuk bele Final Cut Pro-ba a fájlokat, és a beépített stabilizátorra csak rányomok, és nézzük meg, hogy mi lesz. Így alig látható a különbség. Ahol viszont látható a különbség, az az, amikor magadat filmezed, és tényleg nagyon durván mész selfie módba, csak nézd meg a hátteret, meg az épületeket, hogy mennyire stabilak, nagyon kemény. Szóval, hogyha ilyen rohangálós felvételeket, vagy valamilyen extrém sportos felvételeket szeretnéd csinálni, akkor tényleg kell az iPhone 14 Pro, akár az aktív móddal, vagy más módokkal is, ez a legjobb egyértelműen. Úgyhogy összefoglalva, van egy teljesen új 18 megapixeles szenzor, ami nem csak háromszoros, hanem kétszeres zoomot is tud, mert bekroppol, 4K-s a cinematic mód, autofókusz, fókusz rekinggel, tényleg olyan minőség majdnem, mint egy cinema kamera, 1 terabájtos kapacitásunk is lehet, ami lehet, hogy szükséges, mert azért elég nagyok tudnak lenni ezek a fájlok, például ennek a Talking Head-nek a felvétele 4K 25 fps-be, ide rakom, hogy mennyi. Gondolj csak bele, hogy 10 évvel ezelőtt, amiről ma itt beszélgetünk, elképzelhetetlen lett volna. Viszont, ha csak egy évet ugrunk vissza, akkor nagyjából ugyanezek már elérhetőek voltak. Szóval az egyik oldalon annyira durva, hogy milyen gyorsan fejlődik a technológia, de évről évre, nem tudom, hogyha van egy iPhone 13 Pro-d, akkor csak tedd félre a pénzt, vagy menj el egy nagyon király utazásra, ahol a gyönyörű felvételeket, amit készítesz, ott lesz a zsebedben egy nagyon jó telefon, de a pénzből még több élményt tudtál szerezni. Már nem a minőség a kérdés, mert
tényleg szinte ugyanolyan minőséget tudunk elérni, mint egy 10-szer drágább kamera, cinema kamera setup-pal, hanem rólunk a tartalomgyártókról, kreatívokról, fotósokról, videósokról szól, hogy milyen sztorit tudunk kitalálni, és hogy rakjuk össze, és annyira jó, hogy maga a technológia az egyre több ember számára elérhető, és jó ebbe a folyamatba részt venni, közösen nézni, hogy ki mit alkot, hogy alakulnak ezek a dolgok. De hogy megválaszoljam a kérdést, mielőtt még elköszönünk egymástól, nem, egyáltalán nem fogom teljesen leváltani az iPhone 14 Pro-ra a Sony setupomat, de amúgy valahol már megtettem. Azt értem ez alatt, hogy totál transzparenciában vannak azok a szituációk, amikor igenis a Sonyhoz fogok nyúlni, hogyha valamilyen kifejezett objektívet szeretnék használni, vagy rossz fényviszonyok mellett, vagy ha fel szeretném rigelni, vagy vémántaksikat használok, vagy ha szeretném a S-Log 10 bites 4-2-2-es erejét használni. De ahogy az előbb is mondtam, vannak olyan szituációk, amikor tényleg csak előveszem a zsebemből a telefonomat, és nem is gondolkozom azon, hogy összerakjam a nagy, drága, nehéz kameraszettemet. Pont valamelyik nap voltam egy rendezvényen, és már mindent elpakoltam, de történt valami király, lusta voltam levenni a hátizsákot, meg összerakni a kamerámat, csak elővettem a telefonomat, és azzal vettem fel, és teljesen használható volt az ügyfél, mert ez egy fizetett megbízás volt, észre se vette, hogy bekerült néhány olyan felvétel, amit iPhone-nal vettem fel. Ez annyira durva, és imádom, hogy egy ilyen időben élünk, ahol ez a technológiák közti szakadék egyre-egyre kisebb, már nem is nevezhetjük szakadéknak. De mielőtt még felfedem azt, hogy melyik footage melyik volt, csak szeretném elmondani, hogy remélem, hogy ez a videó hasznos volt számodra, és biztos vagyok benne, hogy már rengeteg más review-t is megnéztél, de talán valami extrát is tudtam neked adni ehhez. Hogyha úgy érzed, akkor kérlek, nyomd meg a feliratkozás gombot a csengővel együtt, és a like gombot is, mert sokat segítene a csatornának. Ha pedig érdekel a videózás, a krimi bírólók, storytelling, hogy mi a legjobb eszköz valamihez, akkor tényleg iratkozz fel a csengővel együtt, mert rengeteg tartalmam jön még, és ígérem, hogy nem fogod megbánni. Igyekszem jó, izgalmas módon elmondani neked, amúgy Instagramra is most fel fogok tölteni néhány iPhone-os képet meg reelt, úgyhogy ha érdekel, ott is kövess be. De ha szeretnél még egy kicsit maradni, akkor ide fel fogom rakni, ez pont amit látsz, ez a Home Office YouTube Studio setupom, nagyon sok órát töltöttem, hogy hogyan hackkeljem meg, milyen eszközöket válasszak ki. Ha érdekelnek az ilyen dolgok, akkor mindjárt rá tudsz kattintani. De most itt vannak az eredmények, úgyhogy mielőtt meglátod, mindenféleképpen kommentbe írd le, hogy te mikre tippeltél, kezdjünk el beszélgetni. Köszi, hogy itt voltál, találkozzunk a következőben, majd ugye itt lesznek. Sziasztok!